a kisvállalkozók és iparosok segítésének első lépésébe tartozna, hogy a kereskedelmi bankok által megszabott rövid lejáratú kölcsönöket hosszú lejáratú hitelekre váltsák, így könnyítenék a befektetők fizetőképességét. A második lépés Szerbia kiviteli stratégiájának kialakítása, amelyben felmérnék az export és az importáru mennyiségét, és ezzel ösztönöznék a vállalkozókat, hogy nagyobb tételű kivitelezhető árut termeljenek. Mladen Dinkić, gazdasági és pénzügyminiszter azt mondta, a kisvállalkozók és iparosok támogatására új, nem visszatérítendő szubvenciós programot fejlesztettek ki. Ideje, da ukoliko mala preduzeća zanatske radnje imaju potrebu da kupe neke alate, neku opremu, da im država daje do 25% bespovratnih sredstava uz njihovo obavezno učešće od 5% u tom programu, a da ostatak sredstava obezbedimo od strane banaka, pri čemu banke ne bi tražile hipoteke od ovih preduzeća, već bi se stavljala ručna zaloga na novu opremu koja se kupuje. A kormánynak még ebben a hónapban javasolni fogják a programot, és az várhatóan már áprilisban meg is valósul. Mladen Dinkić azt mondta, ez nagy segítség mindazok számára, akik fejlődni szeretnének. Imamo dovoljno sredstava obezbeđenih, ukoliko bude tražnja veća, mi ćemo dodati ta sredstva, s obzirom da mala srednja preduzeća i zanatske radnje predstavlja jedan važan deo našeg akcijnog plana reindustrializacije koju upravo radimo. Az általányadó fizetésében is könnyítésekre lehet számítani. A küszöböt ugyanis 3 millióról 6 millió dinárra emelik.